napot kívánok én is, és szeretettel köszöntök mindenkit. Reméljük a technika működik, szuper. Köszönöm, Flóra. Tehát, hogy a jövővárosáról, vagy a jövő tervezésről szeretnék beszélni. Akik ismernek, azok tudják, hogy nem annyira a technológiai oldal érdekel engem, hanem a társadalmi oldal. Bár láthatólag építész vagyok, és nagyon sokszor a fizikai környezettel foglalkozom, mégis azt gondolom, hogy a jövőt a társadalomnak a változásai fogják keretezni. És van az elején egy pár ilyen nagyon evidensnek látszó dolog, hogy nyilván a városok fogják meghatározni a jövőt, ezeket mindenki nagyjából ismeri, én is megpróbáljam a városokat ebbe a 3-4 ezer éves térbe behelyezni, egy Platón idézettel tett hoztam, ami azt mondja, hogy a város nem más, mint szegény és gazdag emberek lakóhelye, és ezek küzdenek egymással, és ugye, ha belegondolunk a mai városainkba, vagy a mai világ tendenciákba, nagyon jól lehet ezt érzékelni, hogy ez mind a mai napig sajnos, vagy hál' Istennek, ezek a tradíciók megmaradtak. Tehát, hogy a városok mind a mai napig kettős arcúak, egyszerre hordozzák a szegénységet, és egyszerre hordozzák a hatalmat és a gazdagságot. Hogy a mai gondolkodásunkban a Smart City megközelítés az egyik olyan, ami úgy tűnik, mintha meghatározná a jövőt, és valószínűleg meg is fogja határozni, hiszen a technológiai váltás az egy ilyen Gutenberg-galaxis típusú változást fog vagy keretez nem sokára. Tehát, hogy a Smart City korszak kíméletlenül bontakozik itt a szemünk előtt. Mindenkinél itt van a zsebébe az okostelefon és a egyéb ilyen kütyű, ami meghatározza ezt a dolgot. És hogy a Kolossa József mondta ezt a habitatot, hogy a habitat is egy 20 évre talán előre megint megpróbálja azokat a változásokat meghatározni, hogy melyek azok a változások, amik a Föld egész lakosságot érintik, és ebbe a keretbe, a szegény gazdag keretbe tudja szolgálni a Földet. És ugyanakkor pedig a Smart City gondolkodásnál mindig van olyan félelem, hogy a technológia megesz minket. És hogy a nagyon fontos, hogy a Smart City gondolkodásba mi módon kerül be az emberi tényező, hogyan fog az embernek az embernek a élethelyzete, hogyan fog javulni az egyes városok, egyes országoknak a helyzete, hogy fog jobban változni. És ennek vannak természetesen különféle irányzatai, hiszen ezeket kerülgetjük, ezeket a témákat, mint a forrókását, és van az adatokról is, és a Smart City-vel kapcsolatos adat gondolkodással is van két arc ennek a mozgalomnak. Az egyik, hogyha a kliensek leszünk, a másik, hogyha résztvevők leszünk. Tehát hogyan fog tudni a társadalmi döntés beépülni, hogyan tud beépülni a társadalmi döntés, a társadalmi részvétel ezekbe a smart folyamatokba, ez egy borzasztó fontos dolog. És a világ számos helyén a város a hatalmi koncentrációknak a központja, amíg a középkori Németországból azt lehetett tudni, hogy a város levegője szabaddá tesz, addig azt lehet látni, hogy a hatalmi koncentrációk is a városokban koncentrálódnak, hogy lehet, hogy a város ismét, vagy a város meglépje azokat a lépéseket, hogy a szabadságnak vagy a demokráciának legyen az otthona. És hogy akkor ezek szerint a Smart City az egyenlőre a jövővárossával? Szerintem nem, hiszen az nem kérdés, hogy a Smart City eszközök beépülnek a jövő alakításába.
De a kérdés számomra az, és ahogy az elnök úr is rákérdezett erre, hogy tud-e ez a Smart City eszközrendszer részt venni mondjuk akár csak Magyarország területi egyenlőtlenségeinek a feloldásában. Tud-e több lehetőséget adni az embereknek abba, hogy hogyan upgrade-eljék, hogy ilyen csúnya a magyar szóval mondjam, a saját sorsukat. És hogy a várostervezés ugye az eleve helyből a jövővel foglalkozik, rövid, közép és hosszú távon, de hogy az látható, hogy rengeteg olyan konfliktus határozza meg a jövőnket, ami kérdésessé teszi azt, hogy ezt lehet-e tervezni. Tehát lehet-e 40-50 évre előre tervezni, lehet-e 40-50 évre előre gondolkozni, anélkül, hogy ez irodalmi művé váljon, vagy anélkül, hogy egy ilyen egyszerű jóslássá váljon. És hogy a kérdés persze az, hogy szükséges-e ez. Én azt gondolom, hogy szükséges, hiszen olyan környezeti helyzetek vannak, a környezeti értékeink korlátosak, tehát ha a környezetünk elemei végesek, akkor ezzel úgy kell gazdálkodnunk, hogy jusson mindenkinek, és ehhez bizony kell végig gondolni előre azt, hogy ne ez a kép fogadjon majd, vagy önöket fogadja majd 2050 táján egy globális felmelegedés esetén. Tehát, hogy a terveinkben azt gondolom, hogy nem elég most már a hagyományos városépítészeti vagy városrendezési vizsgálatok már a múltat és a jelent vizsgálni. Hogyha nem vizsgáljuk a kritikus jövőt, akkor lehet, hogy rossz utakra vezetjük a városokat, vagy rossz utak jelölődnek ki, és hogy nyilván ennek mindig a művészeti vagy az irodalmi részén borzasztóan érdekes példák kerülnek elő, de hogy a jövőkutatás az ma már egy olyan fajta tudomány, amely azt megpróbálja meghatározni a fő tendenciákat, azokat a kereteket, amik láthatók a mai, nyilvánvalóan mondom, a mai gondolkozásunkból, megpróbálja azt meghatározni, mik azok a keretek, amit nem akarunk elérni, és hogy mit kell tennünk ehhez, hogy ezek a keretek ne váljanak valóra. És nyilván ez a kép nem fog minket fogadni. Egy ilyen alap diagramot raktam csak be, hogy mi is a különbség a sima tervezés, ugye ez egy előrejelzés, vagy egy jövőnek a több alternatívában való végiggondolása, ami egy ilyen szcenárióanalízis, vagy a keretes jövőből való visszafele történő lépéseknek a meghatározása, és hogy ebbe nagyon szép angol példákat találtam, ez az egyik, ez a Glasgow 2061, ahol azzal próbálkoztak a kollégák, hogy lehet közösségi tervezési eszközökkel a városoknak a lakosságát az értékeikről megszólítani, az értékeikkel dolgozni, és nyilván borzasztóan idealisztikus képek jönnek elő. De hogy lehet, hogy ezek az eszközök ugyanakkor önmagukat is, tehát a városlakók közötti kohéziót is erősítik. A műegyetemről szólnék három szót csak, hogy a műegyetemen az urbanisztika tanszék több szinten foglalkozik ilyen típusú feladatokkal. Az egyik egy ilyen kísérleti laboratórium, ami megpróbálja a jövő társadalmi helyzetéből fakadó tervezési lehetőségeket vizsgálni. A másik ugyanennek a laboratóriumnak a megjelenülése Budapesten, most ez a 99-es busznak az állomásának az átalakítása, hogy lehet a környékben lakó gyerekekkel, egyetemistákkal ezt a dolgot menedzselni, vagy hogy lehet egy doktori kutatás keretében, egy doktori védés keretében vizsgálni azokat a rendszereket, azokat a városi rendszereket és azoknak a túlélését, ami minket körülvesz. Úgyhogy, és a tanszéknek volt egy ilyen könyve, ami Budapest jövőjéről szól, és a jövőjéről ezt a kontextus vizsgálja, hogy
hogy milyen társadalom fogja tudni belakni. Tehát, hogy milyen emberek hogyan lakják ezt a világot, mert az valószínűleg nem kérdés, hogy milyen technológiai keretek fognak itt minket körülvenni. Az igazi kérdés az, hogy kiknek lesz lehetősége ezeket a jövő eszközöket használni. Köszönöm szépen!